Na szevasztok srácok, hát ahogy látjátok még mindig az autó az nem kész az indulásra, gyakorlatilag szervizben pár napja és semmit nem tudok róla. Hát remélem, hogy hamarosan visszakapom és utána tudom folytatni az utamat. De mutatom azért, hogy mondjam, elég érdekes a sikerült, elég sok kihívásokkal kellett megküzdenem és voltak nehéz pillanataim. De ez mellett azért fel tudtam fedezni a várost is, és kicsit élvezni a helyet. Lássuk! Na hát ugye, hogy megérkeztem, próbáltam ugye az autómat rendbe rakni, és hát első körben az olaj, gázolaj szűrőt kicserélni. Kicserék a gázolajszűrőt, hát a segítek rajta. Na hát ezt ezután jött ugye a fekete leves, gyakorlatilag másnap reggel az autó azt mondta, az, hogy többet nem indul be. Befarta. Az önindítom. Plusz nem oldotta meg a szűrő a problémát, úgyhogy tovább lehet keresni. Most viszont szerelhetem le az önindítót. Ugye leszettem az önindítót és már megpróbáltam újra rendbe rakni, mint ahogy első alkalommal. Viszont nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és hát egy kábel is leszakadt. De el kellett mennem, és mennem kellett egy másikat, ami hát, hogy mondjam, szerencsém volt olyan szempontból, hogy tudtam venni, és nem a legdrágábbat kellett. De nagyon megszenvedtem utána vele. Na, tessék, szakad az eső, és nincs kész az autó, egy rohadt csavart nem bírok rátekerni. Muszáj megcsinálom, mert szétszedik éjszaka az autót. Gyakorlatilag több órán keresztül küzdöttem az esőbe, hogy valahogy felszereljem az önindítót. Sajnos olyan kialakítása volt neki az öntvének, hogy egyszerűen nem lehetett hozzáférni a csavarhoz, és egyszerűen teljesen kikészített. Na most őszinte leszek, elegem van. Annyira elegem van. Kicseréltem ezt a rohadt önindítót, de nem olyan a kialakítása, és ezért nagyon megszenvedtem jó pár órát. Erre indítanám be, és világít ilyen kontrollámpa, az összkerékhajtásnak, a motorcsek, az ABS, és nem tudom beindítani az autót. És per pillanat halvány segéd, fogalmam nincs, hogy miért. Esik az eső, este 8 óra van, itt állok az utcán is. Úgyhogy késő estig kellett akkor már esőben szerelni, és ez teljesen, teljesen kikészített. Na, ez igazság. Hát arról is beszél, hogy az autót kint kellett hagynom ugye a ház előtt, ami nem túl biztonságos itt Alice Springsben, és féltem tőle, hogy fel fogják törni az éjszaka, ami nem lett volna meglepő, hogy így mondjam, sajnos. Na, hát akkor most azt csinálom, hogy ami érték, nagyjából azt kipakolom, és imádkozzunk, hogy nem fogják feltörni az éjszaka. Na, szerencsére nem lett semmi baj az autóval az éjszaka, és másnap jött el az a nap, mikor ugye a barátaimtól el kellett köszönnöm, hogy ők is költöztek. Na, hát el, akkor a harmadik és jött a szokásos Riller. Telefon. Három a magyar igazság, remélem, hogy több nem lesz. De ismét eljött ez a pillanat. Na hát akkor itt vagyok a kempingbe. Hát ugye többek között végre megkaptam az akkumulátort is a laptopomhoz, ami így egy elég nagy problémám volt. Ugye nem működött normálisan a laptopom. És akkor végre sikerült ezt megoldanom. Hát ez mellett azért volt időm egy kicsit főzőcskéztem is, úgyhogy próbáltam változatosabbá tenni az étrendemet. Tartottam, milyen az igazi esős évszak. Gyakorlatilag leszakadt az ég, és két napon keresztül esett az eső, ami hát azért elég kemény volt, azt kell, hogy mondjam. Gyorsan kell intézkednem, mert jön a vihar. Az ég, meg arra jön megint a vihar. Egész éjszaka esett, beázott az egész sátor. Nagyon komoly eső volt, basszus, tiszta víz mindenben. Na, hát
szakad az eső konkrétan. Itt lehet, hogy egész nap ilyen lesz, nem tudom. Na hát a nagy eső után muszáj szárítanom a dolgaimat. Kis szivacsom, meg a sátor is ki van nyitva minden irányból. Mint kiderült, ez volt az elmúlt 10 év legnagyobb esőzése, szóval ez sikerült kifognom. És hát hálás vagyok az égnek, hogy még át tudtam érni ugye a Tanami úton, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy bajba kerülhettem volna. Na, hát ma vasárnap, és most már nagyon elegem van a videóból. Nagyon sokat küzdöttem a hetivel, és ma van valami piac, úgyhogy el akarok oda menni. Úgy döntöttem, hogy hétfőn egy kirándulós napot tartok, és körbejárom a várost. Amit lehet gyalog elérni, azt mind meg akartam nézni. Itt lehet gyalog, úgyhogy azért nem lesz teljes a kör, de kaptam néhány brossúrát, és akkor az a terv, hogy a kicsit kirándulok. Ezután még egy helyre mentem el, ami egy szuper volt, az a telegráf állomás igazából, ami 1860 óta működött itt nagyon sokáig, és ugye fennmaradtak az épületek és berendezések. Nagyon érdekes volt látni ezt a történelmi helyet, és megtudni például azt, hogy a kommunikáció az ezen a ponton keresztül történt Ausztráliában, tehát Melbourneből erre jött a vezeték, és innen ment tovább gyakorlatilag ki az országból, és a világba ezen a ponton keresztül történt minden nemű kommunikáció nagyon-nagyon sokáig. Na hát egy fantasztikus napot töltöttem, úgyhogy nagyon élveztem, és hát ugye másnap volt a nap, mikor jött a tréler, és elvittük az autót a szervizbe, gyakorlatilag azóta ott van, sajnos nem tudok két napja semmit, ami nem túl jó előjel a jövőre nézve, de nagyon bízom benne, hogy hamarosan megoldódik, úgyhogy szorítsatok nekem, és remélem jövő héten már jó hírre tudok szolgálni.